Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket fogadóra műsorunkban. A legutóbb, ha követték műsorunkat figyelemmel, láthatták azt, hogy Szabó Béla nagy tiszteletű úr, a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági referense, a SZIR találkozót bemutatta nekünk, amely az idei évben, 2020-ban esedékes, és hála jó Istennek a korlátozások enyhítése véget, megrendezésre is kerülhet, szamos kéren. A mai műsorban kitekintünk a SZIR találkozóra szervezői szemmel is, hogy milyen lesz azoknak a személyeknek, akik vagy lelkipásztorként, vagy önkéntesként benne lesznek ebben a mostani táborban. Köszöntöm az első vendégemet nagy szeretettel, Marosvölgyiné Buckó Tünde nagytiszteletű asszonyt, aki lelkipásztorként már a SZIR kezdetétől fogva szervezőként jelen van ennél a találkozónál, vagy most már mondhatom inkább, hogy ennél a tábornál. Ugye ez most az ötödik SZIR, tehát egy hosszas múltra tekinthetünk vissza. Nyilván nincs olyan hosszú, mint a csillagpont, de itt Szatmárban ennek is jelentősége van. Először nézzük meg akkor ezt a múltat, hogy hogyan is épült fel, aztán meg tekintsünk ki az idei találkozóra. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban 2010-ben volt az első SZIR-t, akkor itt Fehérgyarmaton volt, és háromnapos hatalmas nagy program sorozatként is meg volt hirdetve ez. Nagyon nagy örültünk annak, hogy van egy ilyen kezdeményezés, lelkesen mi is részt vettünk benne. Kicsit büszkeséggel mondom, hogy a SZIR-t, ugye Szatmári Ifjú Reformátusok találkozója nevet a hites férjem volt, az, aki a névadója volt. Egy szatmári gyerekekre, specifikusan a mi gondolatainkra épülő tábor, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel kezdtünk mi is 10 évvel ezelőtt bele. Valóban ez már az ötödik tábor. Maga ennek a tábornak a szervezése már elkezdődött februárban legalább. Na, akkor találkoztunk is már egy jó pár alkalommal, és aztán aggodalommal vettük mi magunk is tudomásul, hogy lehet, hogy ez a tábor az idén el fog maradni, de hála legyen az Úrnak, aki úgy forgatta ezt a dolgot, hogy meg lehet tartani, és találkozhatunk a gyermekekkel. Ugye ennek az esztendőnek a témája az erőre lesz majd, ami valljuk meg őszintén egy nagyon fontos dolog ebben a mai világban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, hogy hogyan lehet erősnek maradni, és nem a saját erőnkből, hanem hogyan lehet a Krisztus erejében megmaradni és megújulni. Ugye július 20-ától 23-áig lesz majd a SZIR-t, Szamos kéren lesz megrendezve, készülünk azóta is, lesznek kis csoportos beszélgetések, előadások, ismerkedős játékok, a gyermekek fognak majd különböző sporttevékenységekben is részt venni, akár a kenuzásra gondolunk, vagy a biciklizésre, vagy mivel én ugye egyiket sem teszem, ezért velem majd kreatívkodhat is az, aki szintén olyan beállítottságú, mint én. Elég jó kis érdekes, kreatív dolgokat találtunk ki, úgyhogy igyekszünk mindenkit megszólítani, hogy mindenki találja meg azt az elfoglaltságot, amely számára a legkedvezőbb, és hogy tudjunk töltekezni az Isten igéjével. Hogyha valaki egy kicsit visszatekint, és van lehetősége megnézni a SZIR-nek a történetét, akkor láthatja azt, hogy ez egy találkozóként indult még Fehérgyarmaton, aztán táborrá nőtte ki magát. Miért volt ez az átalakulás? Úgy vettük észre, hogy amikor elkezdődött ugye ez a nagy, inkább fesztivál jellegű 10 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon jó hangulatú volt az is, viszont kevesebb volt az a része, amikor a gyermekekkel le tudtunk ülni rendesen, ha valakinek problémája volt előadásokban, mert elég sok programot szerveztünk erre a 3 napra 10 évvel ezelőtt, és úgy gondoltuk, hogy a tábor körülményei között, amikor a gyermekek együtt vannak velünk, valóban sátorban együtt, egy udvaron vagyunk, sokkal jobban tudunk összetalálkozni, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, és úgy gondoltuk, hogy ez sokkal jobb lenne, sokkal üdvözítőbb lenne, amikor együtt tudunk így az ige körül lenni. Ugye 2 évenként kerül megszervezésre ez a tábor, közte pedig a Csillagpont nemzetközi találkozó van. Ez a 2 év, ez mindig elég ahhoz, hogy a régi SZIR-t tagokat, akik már mondhatni visszatérők, megszólítsa, és akár újakat is toborozzon? Hogyne, természetesen. Tehát ugye természetesen, ahogy nőnek a gyerkőcök, úgy már ifjúként már azért nem nagyon fognak, különösen akik már azóta a családot is alapítottak, mert ugye 10 év az azért hosszú idő, az első SZIR-t találkozó óta
nálunk is vannak olyan ifjúsek, akik ennek azóta már az óvodás gyermekét terelgeti, de az, hogy át tudják adni azt, hogy hogy érezték magukat, milyen jó volt, mennyire feltöltődve mentek haza, ezáltal önmagukat is, és a többieket is tudják lelkesíteni, hogy részt vegyenek. Fiúk, lányok vegyesen vannak ebben a táborban, főként hány éves korosztályt sikerül ilyenkor megszólítani? Konfirmandus korosztály ugye leginkább, tehát 12-től vagy 13-tól, hát igazság szerint nincsen nagyon úgy felnőtt korhatár, ameddig ifjúnak érzi magát az ember szívében, bár általában az szokott lenni, hogy amikor már leballagnak, leérettségiznek, tehát egyetem környéke, akkor azért már inkább másfajta táborba mennek a fiatalok, vagy esetleg segítőként térnek vissza. A legutóbb ezt megkérdeztem Szabó Béla nagytiszteletű úrtól is, aki részt vesz ebben a szírtáborban, mivel lesz gazdagabb a 4 nap eltöltése után? Hát azt tudom mondani, hogy én mivel szoktam gazdagabb lenni, és remélem, hogy mások is így vannak ezzel. Újra és újra megerősödöm az én hitemben. Újra és újra rácsodálkozom arra, hogy egy vezérigének mennyiféle aspektusa van, amire talán én magam sem gondoltam, lelkipásztorként sem, hogy mennyiféleképpen tudja az Úristen megmutatni az ő hatalmas erejét és kegyelmét az életemen. Gazdagodunk az egymással való találkozásban, a jó beszélgetésekben, barátságok kialakulásában, amikor rájövünk arra, hogy lehet együtt jól érezni magunkat az ige körül is. Az idei táborról beszéljünk egy picit, hiszen ez most Szamoskéren lesz. Ezen a helyszínen még nem volt ilyen tábor, egészen pontosan a Liget táborban kerül majd megszervezésre maga a szírt. Hány fiatal tudnak fogadni, és milyen programok lesznek azok, amelyek tényleg megmozgatják ezeket a fiatalokat, nem csak a hitükben erősítik őket, hanem azért fizikailag is. Ezt a 4 napot nem engedik, hogy tétlenkedjék. Valóban. Most kerül valóban először Szamoskére megrendezésre. Már többször bejártuk ugye a tábor helyszínét a szervezők. Csodálatos környezet. Faházakban 60 gyermeknek, de sátorozási lehetőség az rengeteg, tehát mindenkit akár sátorral is nagyon nagy szeretettel várunk. Valóban lesznek fizikai igénybevételt igénylő feladatok is, ahogy említettem, ugye a bicikli, gyalogtúra, kenúzás, de tervezünk olyat is, hogy Dajka Csaba nagytiszteletű úrral mi egy kis jazz dance Xboxon fogunk majd egy ilyen táncversenyt rendezni a gyerkőcökkel. Úgyhogy foci természetesen tollas, mindenféle mennyiségben, minden lehetőség adott arra, hogy a gyermekek fizikailag is ki tudják magukat kicsit felszabadultabban mozogni, érezni. Ha jól értesültem róla, akkor egy héttel megvan toldva a jelentkezési határidő, tehát 2020. július 13-áig lehet jelentkezni mindazoknak, akik érdeklődnek-e tábor felől. Hogyan tegyék meg, milyennek a hivatalos menete? Mindenképpen a lelkipásztort kell megkeresni, neki kell szólni, és van egy jelentkezési lap, amelyet ki kell tölteni. Ugye annak tudjuk nagyon jó, hogy a táborokhoz, különösen ebben a mai időben nagyon szigorú papírozási munkái vannak, hogy minden rendben legyen, tehát mindenképpen elsőként a lelkipásztorral kell beszélni, aki majd elmondja ennek a további menetét, hogy hogyan kell a papírokat kitölteni, és egy összesített listát fog a lelkipásztor elküldeni azokról a gyerekekről, akik részt kívánnak venni a táborban. Ugye még, hogyha a szírtalálkozótól most egy picit el is vonatkoztatunk, akkor látjuk azt, hogy ez a nyár, hála jó Istennek, a 2 hónappal ezelőtti várakozásunk ellenére sokkal eseménydúsabb lesz, hiszen akkor még attól tartottunk, hogy minden le lesz stoppolva, nem mozdulhatunk ki az otthonainkból, és nyilván teljesen más dolgokkal kell foglalkoznunk. Most az élet úgy hozta, és a Jóisten úgy adta, hogy lesznek nyári programok, a gyerekek igénybe vehetik ezeket, és ezeket a programokat nem csak a szírtalálkozón találják meg, hanem az egyházközségek is szervezik ezen programokat. Ha jól tudom, nagytiszteletű asszonyék is készülnek odahaza a hagyományosnak tekinthető nyári programmal. Milyen programok lesznek ezek? Tehát legelsőként is most az evangelizáció, ugye július 5-e, 6-e, 7-e és 8-a, ebből 5-én és 6-án vasárnap és hétfőn este Vámosoraszliban, úgyhogy most arra is nagy készülés van, majd ugye kedden és szerdán Nagyarban, mind a 2, mind a 4 ugye szabadtéri istentisztelet.
Majd miután vettünk egy szusszanásnyi időt, július 13-ától 17-ig kezdődik Vámosoroszliban a napközis tábor, immáron 11 esztendeje, amióta ugye Vámosoroszliban szolgálunk. Ennek most az időutazás lesz a témája, kicsit visszautazunk az időben, és úgy vizsgáljuk meg annak az igazságát, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azután ugye mi is magunk is megyünk ugye a Szirtre, július 20-tól 23-ig, azután pedig a mételekiekkel közösen július 27-től augusztus 1-ig Debrecenben veszünk részt majd egy ifjúsági táborban, mint egy 50-en. Nagyon zsúfoltnak ígérkezik ez a nyár. Mindemellett, ha jól tudom, még a nyaralások és a pihenések mellett arra is időt kell fordítani és energiát, hogy a pályázati felújításokból elindult beruházásokkal foglalkozzanak, és ha jól tudom, akkor ez egy több lépcsős folyamat, tehát nem csak egyről beszélünk. Nézzük meg akkor őket, ha nem is sorba, akkor emeljük ki azokat, amelyek fontosabbak. Hát természetesen mindegyikre nagyon-nagyon régóta várunk, és nagyon nagy lelkesedéssel tekintünk előre a jövő felé. Valóban Csaholcon is a templom külsején szeretnénk a tetőzeten egy kis felújítást végezni. Kisnömínyban a templom és az imaház külseje teljes mértékben meg fog újulni Vámosoroszliban. Parókia bővítés végre, ha az Úr engedés éltet bennünket, elkezdődik, valamint a templom körülötti sétány, az már rögtön 7-én, ha minden igaz, akkor el tud indulni. De még mindig vannak olyan pályázatok, amelyekre várunk, hogy elinduljanak. Úgyhogy valóban nem, egy cseppet sem szoktunk unatkozni, úgyhogy várjuk az Úristen erejét és kegyelmét ahhoz, hogy mindezek a pályázatok rendben lezajlanak majd. Jó ezt hallani, hogy ennyi pályázati beruházás vár az egyházközségekre. Nagy tiszteletű asszonyt arra kérném meg most a beszélgetésünk végén, hogy egy-két motivációs mondattal azon fiatalokat szólítsuk meg akkor újra, és nyomatékosítsuk számukra a Szirt felőli felhívást, amelyről beszéltünk az előző percekben, amely ránk vár ugye ebben a hónapban. Miért is választják ezt a tábort, és hogyan is fog tenni számukra, ha ezt választják, az a 4 nap, amit Szamos kérem tölthetnek? Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van erőre. Az ember nagyon gyakran azt gondolja, hogy ó, hát én erős vagyok önmagamtól is. Azt gondolja, hogy meg tudok én állni az élet nagy dolgaiban. És aztán rá kell döbbennie arra, hogy ez nem mindig így van. Amikor a dolgok történnek, amikor nem úgy alakul az élet, amikor elgondolunk valamit, és aztán mégsem úgy van, és azt gondoljuk, hogy akkor ebbe most bele fogunk mi bukni. És akkor jó újra és újra magunknak is rájönni arra, hogy van mellettem egy erős Isten, nem nekem kell erősnek lennem. Az ember elpróbálja titkolni azt, ha valami fáj, ha valami nehéz, ha valamit nem bír, körömszakadtáig próbálja erősnek mutatni magát, pedig nem nekünk kell erősnek lenni, mert a mi erőtlenségünk erő által végeztetik el, ott van az Úristen, aki segít nekünk. És ez az, amit meg akar mutatni ez a tábor, hogy ne önmagunkba keressük az erőt, mert önmagunkban kicsinyek és kevesek vagyunk. És merjük felvállalni azt, hogy nekünk egy hatalmas Istenünk van, aki mindig ott áll mellettünk. És ez az, amire szeretne majd ez a Szirt tábor is rávezetni bennünket, hogy nézzünk föl, nézzünk a mi megváltó Krisztusunkra, és lássuk meg azt, hogy együtt ketten milyen csodálatos dolgokat tudunk véghez vinni. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik el fognak jönni a Szirt táborba, azok mind hitükben, mind lelki erejükben megerősödve fognak majd hazatérni, és én úgy gondolom, hogy erre mindannyiunknak szüksége van, úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy jöjjön és tapasztalja meg ezt a hatalmas felülről jövő erőt. Reméljük, hogy idén is nagyon sokan fognak állni a kősziklára, amely alapszlogene volt még anno az első Szirtnek. Marosvölgyené Buckó Tünde nagytiszteletű asszonynak köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hogy beszámolt nem csak a táborról, hanem az önökre váró nyári programokról. Kívánunk hozzájuk sok erőt és áldást! Nagyon szépen köszönöm!